Bizonyára észrevettétek már, hogy vannak olyan emberek, akik vonzzák a szerencsét. Szerencséjüket puszta véletlennek is gondolhatjuk, de ebben a videóban olyan esetekkel ismerkedünk meg, amik után felmerül a kérdés, valóban csak szerencséről van szó? Sokan messzi földekre utaznak, hogy szerencsét próbáljanak, egyeseknek viszont az ölébe hull. A legpopulárisabb hely, ahová az emberek hazárdírozni járnak, az Las Vegas. Több mint 100 kaszinó várja az odavágyókat, egyesek alapterülete meghaladja egy futballpálya méretét is. Na de videónk szereplőinek nem kellett ilyen messze utazniuk, ők más formában érezhették magukat szerencsésnek. Csapjunk bele! 10. Bill Morgan. Egy autóbalesetben összeütközött egy teherautóval, mely során nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. Ekkor mindenki úgy gondolhatta, hogy az élete ezennel véget ért. 14 percig elhunyt személynek nyilvánították, ezután felélett, 12 napig kómában volt, és végül teljesen felépült. De a szerencséje itt még nem ért véget. A hihetetlen túlélésének megünnepléseként vásárolt magának egy kaparós sorsjegyet, és nyert egy 25.000 ausztrál dollár értékű autót. Amikor a helyi televíziós társaságok tudomást szereztek a szerencsés jelenségekről, felkeresték és készítettek vele egy műsort. Megkérték, hogy kaparjon le egy újabb sorsjegyet, és azzal 250.000 dollárt nyert az élő adás alatt. 9. Edwin Robinson. A lehetősége annak, hogy villámcsapás érjen minket, 1 a 12.000-hez. De ennek az esélye a 62 éves süketnéma Robinson számára 100%-os valószínűségig nőtt. Miközben Robinson alumínium sétabotjával a mezőket járta, kitört a vihar. Elbújt az egyetlen fa alá, amit látott, de a villám valamiért úgy döntött, hogy őt veszi célba. 20 percig öntudatlan állapotban volt, ezután felkelt, botladozva visszament a házához és aludt egy jót. Amikor felriadt az éjszaka folyamán, észrevette, hogy újra képes látni és hallani. Később megvizsgálta az orvosa, aki megerősítette, hogy visszatért a látó és halló képessége, és valószínűleg azért élte túl a villámcsapást, mert gumitalpú cipőt viselt. 8. Johan Ginter. Tudtátok, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy eltalált titeket egy aszteroida, mint hogy megnyerjétek a lottót? Ez a tény nem riasztotta el Gintert. Az élete folyamán nem egyszer, hanem 4 alkalommal is megnyerte a lottót, ezzel ellentmondva minden statisztikának. Első alkalommal 5,4 millió dollárt nyert, egy évtizeddel később nyert 2 milliót, 2 évvel ezután 3 milliót, majd 2008-ban 10 millió ütötte a markát. Ha ez így halad tovább, akkor hamarosan jön az 5. 7. Tsutomu Yamaguchi. A II. Világháború alatt Yamaguchi alkalmazottként dolgozott egy japán autógyártó cégnél, emiatt folyamatosan utaznia kellett az országban. 1945-ben, amikor épp Hiroshima-ba utazott, ledobták az első atombombát. Csodával határos módon a sérülései ellenére túlélte a katasztrófát. Ezután gyorsan hazautazott a családjához Nagasakiba, ahol egy nappal a hazaérkezése után az amerikaiak ledobták a 2. atombombát is. Mondhatjuk, hogy ezzel ő a világ legszerencsétlenebb embere, de mind a két esetben a túlélők oldalán volt. Az élete hátralévő részében az atomfegyverek ellen szónokolt. Egy interjújában elmondta, hogy nem érti, hogy a világ miért nem fogja fel, hogy mekkora gyötrelmeket okoznak az atomfegyverek, és hogy miért fejlesztik őket még mindig. 2009-ben Japán hivatalosan is elismerte őt, mint az egyetlen embert a világon, aki 2 atomtámadást is túlélt. Yamaguchi úrnak hosszú élete volt, 93 éves korában hunyt el szülővárosában, Nagasakiban. 6. Martin de Jong. A holland kerékpáros 4 hónap leforgása alatt 2-szer is átverte a halált. Történt ugyanis, hogy foglalt magának egy repülőjegyet, ám nem sokkal az indulás előtt elcserélte azt egy olcsóbra. Ezzel nem csak pénzét, de életét is megmentette, a gép ugyanis lezuhant. Pár évvel később a rejtélyes módon eltűnt maláj gép járatára is vett magának jegyet, de ekkor az utolsó pillanatban módosította a repülési dátumát, így erre a gépre sem szállt fel. 5. Nichiren. A 12. században Nichiren egy kiemelkedő japán szerzetes volt, aki jelentősen befolyásolta a japán adaptációt a buddhizmushoz. Ennek ellenére az élete tele volt viszályokkal és felfordulásokkal. Lefejezéses halálra ítélték, mivel a hatóságok úgy érezték, hogy az írásai rossz hatással voltak a népre, és hogy azoknak a terjesztése aláásna a saját erejüknek. Nichirennek viszont hatalmas szerencséje volt. Sikerült megmenekülnie a végzettől, amikor is a hóhér a magasba emelte a kardját, egy villám csapott bele és meghalt. Nichirent a furcsa jelenségek miatt elengedték, viszont továbbra is száműzöttként élt élete hátralévő részében.
híveket gyűjtött magának, és kiemelkedő vallási személy vált belőle az országban, ezzel jelezve, hogy a dolgok akkor is jóra fordulhatnak, mikor a vég mindössze egy másodperces közelségbe kerül. 4. Terry Price. A kagylók közkedvelt ingyenségnek számítanak. Keresettek az éttermekben és az otthoni szakácsok körében. Terry Price számára egy boltban vásárolt kagyló a szerencsét is meghozta. Mindössze fél fontjába került, ám a gyöngy, ami benne talált, meg sokszorozta értékét. Egy hajléktalan szállóban dolgozott, ahol a kollégái a gyöngyből egy gyönyörű gyűrűt készítettek. A hölgy Spanyolországba költözött, és búcsú ajándék gyanánt ott hagyta a gyűrűt a munkatársainak, hogy mindig emlékeztesse őket a szerencséjére és személyére. 3. Anders Helstrup. Ha az ember ejtőernyőzni megy, mindig benne van a levegőben a veszély, mivel lényegében egy repülőgépből ugrasz ki, és hatalmas sebességgel zuhansz a föld felé. Anders ugrását egy meteorit követte, melyet egy videófelvétel is alátámaszt. A nem mindennapi jelenséget feltöltötte az internetre, amelyre a tudósok hamar felfigyeltek. A geológusok később megállapították, hogy a meteorit 20 kilométerre robbant fel tőle. Helstrup az egész évet azzal töltötte, hogy megtalálja a meteorit darabjait, kísérlete végül sikertelenül zárult. 2. Léna Pálsson. 1995-ben Léna, egy svéd nő, karácsonyi süteményeket készített, ezért félretette a gyűrűjét. Amikor végzett és a gyűrűjéhez nyúlt, nem találta, rejtélyes módon nyoma veszett. Sok éves keresgélés után férjével beletörődtek, hogy a gyűrűt már soha nem látják viszont. Így volt ez egészen 2012-ig, 17 évvel a gyűrű elveszése után Lénára várt valami a kertjében. Miközben a répákat húzta ki a földből, megdöbbenten látta, hogy az egyik répa körül ott lapul a régen elvesztett gyűrű. Örömében és meglepődöttségében akkorát kiáltott, hogy a házban a lánya is meghallotta. Annak ellenére, hogy a család minden évben rengeteget kertészkedik, eddig semmi jel sem mutalt rá, hogy a gyűrű ott van. Ez volt az első alkalom, hogy répákat ültettek, ezeket is véletlenszerűen dobálták szét a kertben, nem szépen sorban, ahogy az szokás. Nagyon csekély volt annak a valószínűsége, hogy az egyik mag pont a gyűrű közé fog esni. Léna számára a gyűrűjének megtalálása felér egy nagy pénznyereménnyel is. 1. Frane Szelák. Szelákra egyszerre illik a legszerencsésebb és a legszerencsétlenebb jelző is. A horvát férfi nem egy, nem kettő, de 7 alkalommal is megmenekült a haláltól. Első alkalommal 1962. januárjában egy vonattal utazott. A jármű kisiklott és egy fagyos folyóba esett. A járókelőknek sikerült kimenteniük őt, megúszta egy kartöréssel, míg 17 utazótársa az életét vesztette. Egy évvel később, 1963-ban, élete első és utolsó repülős utazásakor a repülőgép folyamatosan veszítette a magasságát és a földbe csapódott. Mielőtt a gép földet ért volna, a levegő kiszippantotta őt a repülőből, de szerencséjére egy szénakazarra zuhant, melynek köszönhetően a hajaszála sem görbült, míg 19 ember nem élte túl a balesetet. Ezután 1966-ban éppen egy busszal utazott, amikor az lecsúszott az útról és a folyóba esett. Hősünk biztonságosan kiúszott a partra, néhány horzsolással megúszta az esetet. 2 évvel később történt a legfurcsább eset mindközül. A fiát tanította arra, hogy hogyan kell a fegyvert tartani, de nem vette észre, hogy az töltve van, és ágyékon lőtte magát. Ezt követően 1970-ben és 1973-ban kétszer is lángra gyulladt az autója, mind a kétszer sikeresen elhagyta a kocsit. Ám ezzel még mindig nincs vége. 1995-ben elütötte egy busz Zágráb utcáin, egy évvel később pedig egy hegyi úton majdnem frontálisan ütközött egy teherautóval, de az ütközés előtt az autót a korlátnak csapta. A korlát kitört, és Frane, aki nem volt bekötve, az ajtón át kiesett a kocsiból. Ezután végignézte, ahogy az autója közel 100 métert zuhan a szakadékba. A habatortán, hogy 2003-ban, 2 nappal a 73. születésnapja után 1,1 millió dollárt nyert a horvát lottón. Ez aztán a szülinapi ajándék. Nektek melyik történet tetszett a legjobban? Írjátok meg kommentben, és várjuk a ti szerencsés történeteiteket is. Ha még mindig velünk vagytok, ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek meg a legutóbbi videónkat is. Na sziasztok!